Köszöntöm az Együtt magazin nézőit, érdemes lesz ezúttal is minket választani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze önöknek. 95. születésnapján köszöntötték Vitéz Smuhai Ferencet, a II. Világháborúban harcoló legendás székesfehérvári honvédtisztet. Varga Tamás, honvédelmi miniszter helyettes Orbán Viktor miniszterelnök személyes üdvözletét tolmácsolta az ünnepeltnek. A 95. születésnapján köszöntötték Vitéz Smuhai Ferencet, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér megyei szervezetének legidősebb tagját. Magyarország kormánya és Székesfehérvár városa nevében Varga Tamás honvédelmi államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője emléklapot adott át a székesfehérvári Magyar Királyi Szent István III. Honvéd gyalogezred egykori katonájának. Smuhai Andrást Szakály Sándor köszöntötte a jeles ünnepen. Minden tisztességes nemzet tisztelettel és szeretettel emlékezik azokra, akik az országot, a hazát védték. Hogy később a történet miként ítél meg egy háborút a győztesek vagy a vesztesek oldalról, az egy másik kérdés, de a katonai erények azok általánosak. Ott nem az ellenfél, vagy bocsánat, az ellenség számít, hanem az a teljesítmény, amelyet egyes személyek nyújtottak. Ha valaki megnézi a II. Világháború végén a szovjet, a német, az amerikai, a brit és a különböző haderőbe szolgáltak, egymás katonai teljesítményt képesek voltak értékelni. Gondoljunk a kiváló harckocsizókra, repülőkre és így tovább. Nálunk pedig, miután Magyarország a háborút a vesztes oldalon fejezte be, és azt mondtuk, hogy rossz célokért harcoltunk, ezért azokat a katonai teljesítményeket és azokat a személyeket, akik példát adhatnának a jövő nemzedéke számára hazaszeretetből, kitartásból, bajtársaságból, elfelejtettük. És én azt gondolom, ezért lényeges az a munka, amit 1990-ben elkezdett a Honvéd Hagyományőrző Egyesület, hogy ezeket a személyeket, ezeket a történéseket hozzuk közelbe. Ne kritika nélkül nézzünk el a cselekedeteit, de ne feledkezzünk meg azokra, akik megérdemlik azt, hogy tisztelettel és szeretettel gondoljunk rájuk. Vitéz Smuhai Ferenc 1922. július 17-én született Székesfehérváron. A Magyar Királyi Szent István III. Honvéd gyalogezreddel 1942-ben vonult az orosz frontra, a Doni áttörést követően megsebesült, majd hadifogságba esett. A rendszerváltás idején csatlakozott a katonai hagyományőrzéshez, segítséget nyújtott és aktív szervező szerepet vállalt volt alakulata tagjainak felkutatásában és a megemlékezések megvalósításában. Gondviselő Isten irgalmából túléltem a dolkanyart, eléggé sok áldozattal járó visszavonulást. 1943. február 1-én ismét egy szovjet erőnek a útjába kerültünk. Itt esett el Philadelphia százados, a Kós Béla, és hát én valahogyan különleges isteni kegyelemből életbe maradtam. Nem sok hiányzott abból a helyzetből, hogy én is a ismeretlen katona sorába léptem volna, egy aknagránát esett le egy méterre előttem, az volt a szerencsém, nem a hátam mögött, mert a lovat vágta szét, és nem engem. Így kerültem aztán Isten kegyelméből az új magyar hadsereg alakulataiba, és a Békéssavai 15. gyalogezred első zászlajának a Pótkeret parancsnokságán végeztem szolgálatot, és leszereltem, mint már létszám feletti, amikor a háború véget ért, és 1945. május 10-én jöhettem vissza a Fehérvárra Isten kegyelméből. És az egészségem a sajnos romlott folyamatosan,
de minden megemlékezésen Morréi Endre bajtársammal részt vettem, és ő ismertetett meg Lamos Imre dandártábornokkal a szolnoki helikopterbázis parancsnokával, ahol tartottam az ő kérésünkre egy kétórás előadást. Még ezen kívül hívtak, ahol hívtak, elmentem. Sajnos Székesfehérváron ilyenre nem kerül sor, pedig szívesen tartottam volna a 18 éves körüli gimnázistáknak az ottani állapotokról előadást, és az egészségem romlása következtében már semmi, még ha visznek, akkor sem tudok már elmenni, és hát Isten kegyelméből hát el kell viselni ezt az állapotot, és hát ha még nagy fájdalom vannak, mindig arra gondolok, hogy amikor teljesen tönkre ment a zászlaj szállító eszköze, a sebesült katonákat ott kellett hagyni, akik elvéreztek és megfagytak. És én tényleg Isten kegyelméből megértem ezt időt, van 10 dédunokám, 7 unokám. És szeptemberre várjuk a 11-et. Én nem tudok más mondani, mint Istennek adok hálát. Az ünnepeltet a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület, a Honvédség és Társadalom Baráti Kört, a Történelmi Vitézi Rend, a Magyar Királyi Szent István III. Honvéd Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület tagjai köszöntötték születésnapján. Folytatódott Pákozdon az emlékparki nyárrendezvény sorozata. Az érdeklődők megismerhették az első világháború legnagyobb magyar tragédiájának hátterét. Az emlékparki nyár kulturális programsorozat keretében Pákozdon nyílt meg a Szamár-sziget szellemkatonái a nagy háború halálmarsa, nemzetközi multimédiás vándorkiállítás. A tárlat célja méltó vizuális emlékművet állítani annak a mintegy 70 ezer magyar hadifogolynak, akik az olasz Asinara szigetén haltak meg. Meg kell, hogy mondjam, hogy én igazából véletlenül kerültem kapcsolatba ezzel az anyaggal, ugyanis én nagyon sokat szolgáltamként Olaszországban, és körülbelül 3 éve, amikor hallottam én arról, hogy a Szamár-szigeteken ugye több ezer magyar hadifogoly raboskodott, és hát később az alkotókkal is, akik a kiállítást összerendezték, kapcsolatba kerültem, és hát akkor szembesültem azzal, hogy egy olyan epizódja ez az első világháborúnak, ami nem igazán közismert. Amikor én először láttam körülbelül 2 évvel ezelőtt ezt az anyagot, nyilván azon túl, hogy elgondolkodhatja az embert az, hogy egy ilyen végül is tragédia, ami a balkáni halálmars és utána több éves raboskodása a magyar katonáknak ott a Szamár-szigeten, hogy került ki a kollektív emlékezetből. Tehát ez valahol egy hiánypótlás olyan értelemben, hogy igenis vissza kell emelnünk a közemlékezetbe ezeket az epizódokat, hogy tudjuk azt, hogy mi történt ezekkel a katonákkal, ahogy a kiállítás is fogalmaz, ugye ebből a szellemkatonákból egy élő emlékezet legyen. Egy katona számára ez a fontos, hogy megemlékezzenek róla, és nekünk a
mai kornak kötelessége, hogy megismerjük ezeket a történéseket. Major Anita és Margitai Gábor az első világháborús centenáriumi ünnepség sorozat kiemelt projektjeként, több éves gyűjtő és kutató munkája eredményeként valósult meg a kiállítás, amely a magyar hadifoglyok elfelejtett szenvedéseivel szembesít bennünket. A véletlen a segítségünkre sietett ennek a történetnek a fölkutatásában. Szardinián jártunk sok-sok évvel ezelőtt, és ott hallottuk, hogy ennek a szigetnek egy kicsi mellékszigetén, Azinárán magyar emlékek is vannak. Rögtön a szigetre siettünk, és először még egy hagyományos turisztikai csoport részeként járhattuk be a szigetet, de ennek a turista útnak nem része az első világháborús hadifogolytáboroknak a bemutatása, és ezért elszöktünk a párommal, Margitai Gáborral, és magunk útján bejártuk a szigetet, és már ekkor ezen az első úton nagyon sok olyan a régi hadifogolytáborra emlékeztető épületmaradványt és emlékművet találtunk, amely arra bíztatott bennünket, hogy tovább kutassunk. Elméleti kutatások követték ezt az időszakot, majd a következő évben már hírünk ment, és a sziget igazgatója, Pier Paolo Conciatus személyesen invitált meg bennünket egy kutatóútra. Ezt követően fogalmazódott meg bennünk, hogy ezt a történetet nem csak könyvben kellene feldolgozni, illetve vándorkiállítás formájában, hanem filmet, dokumentumfilmet is kellene forgatni erről a történetről. Dióhéjban, hogyha csak számokban beszélném el ezt a történetet, akkor már is kiolvasható ezekből a számokból, hogy miért volt ilyen döbbenetes hatással ránk ez az elfeledett, eltemetett történet. 1914. decemberében a szerb offenzíva során a legóvatosabb becslések szerint is 80-85 ezer osztrák-magyar hadifogoly esett szerb fogságba. Ezeket a hadifoglyokat az embertelen bánásmód, a tífusz, a más járványok, illetve a rossz ellátási körülmények olyannyira megtizedelték, hogy egy év múlva már, amikor a hadifogoly táborokból, amelynek a központi tábora Nis városában volt, elindították ezeket a hadifoglyokat, már csak 35 ezeren éltek. 1915 őszén az osztrák-magyar monarchia újabb offenzívát indított ugyanis Szerbia ellen, immár sikeresen a bulgárokkal, illetve a németekkel kiegészülve, és akkor a szerbeknek menekülőre kellett fogniuk. Civileknek, a királynak, illetve a katonáknak is menekülniük kellett. Nyilván nem akarták, hogy az osztrák-magyar hadifoglyok visszaálljanak csatasorba, ezért nyomták maguk előtt ezeket a katonákat dél-délnyugat irányba, és mintegy 700-900 kilométeres gyalogos menetelés következett ezután. Télvíz idején, nagyon hidegben, embertelen körülmények között, ellátmány nélkül, legyengülve, több hónapot gyalogoltak ezek a katonák, míg elértek Valóna kikötőjéig, ahol behajózták őket az olaszok. Ekkorra már csak mintegy 24 ezeren éltek. És mire átjutottak Szamár-szigetre, addigra újabb ezrek haltak meg, akiket névtelenül a tengerbe dobtak. Ezt követően körülbelül 16 ezeren maradhattak már csak Azinárán életben, ugyanis a kolera pusztított közöttük, és a végső szám 6 ezer fő. Ennyien maradtak életben, mint egy 85 ezer osztrák-magyar katonából. Ezért volt ilyen erős és döbbenetes ez a történet számunkra, és ezért akartuk megörökíteni dokumentumfilmen is, hogy még több emberhez eljusson ez a történet, és gyakorlatilag NMHH pályázat útján, Ember Judit pályázat keretében elkészíthettük 52 perces dokumentumfilmünket. A szerb fogságba esett hadifoglyok története a két hónapos havas hegyeken, mocsarakon átvezető menetelés balkáni halálmarsként vonult be a történelembe.
Ilyen történetnek és egy ilyen kutatómunkának természetesen nem lehet vége, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy most kijelöltük azt a pontot és azt a pillanatot, amikor a történet teljességét és a szenvedés történet teljességét föltártuk. Ez a kutatómunka tulajdonképpen már a 2000-es évek elején elkezdődött számunkra, amikor véglátogattuk azokat az isonzói és doberdui emlékhelyeket, amelyeken elsősorban magyar katonák küzdöttek és véreztek, ám sem a magyar, sem a világ közemlékezete nem tartott ezt igazán számon. Még a nagypapák, dédpapák, igen, akik ott harcoltak, és egészen halálukig hordozták ezeknek a harcoknak a súlyos terhét. De ha az ember ott járkált, akkor úgy tűnt, mintha magyarok nem is harcoltak volna. Ott nem voltak magyar feliratok, a sírkövekről még a titói időszakban az úttörők szent feladata volt letépkedni a névtáblákat, úgyhogy nem tudhattuk azt, hogy például a saját dédpapáink is ott nyugszanak-e vagy sem. Ez a hihetetlen, mondjuk negatív katarzis, ez a fájdalmas felismerés, hogy a közemlékezetünkből nagyon is hiányzik az első világháború, egészen odáig jutatott bennünket, hogy ebben a nagy ismeretlen területben a hadifoglyok története a legismeretlenebb, hiszen már a saját idejükben is kicsit a szégyen folt tapadt a nevükhöz, hogy föladták a harcot, átadták magukat az ellenségnek, adott esetben kényszermunkatáborokban az ellenség hasznát hajtották, nekik építettek vasútvonalakat, és a többi, és a többi. Ez kicsit olyan, mint a híd a Kwai folyó fölött, ugye, amikor az onnan kiszabadult, túlélt amerikai katonákat otthon nem szeretettel fogadták, hanem azt mondták, hogy jobb, ha hallgatnak a történetről, mondták a katonaorvosaik, hiszen ők a japánok hasznát hajtották. Ugyanez történt valahol az első világháborús magyar hadifoglyokkal, és amikor láttuk a névtelen sírokat és a névtelen hősöket, a névtelen katonákat, és egyszer s mind Szardinián többször járva kerestük a magyar emlékeket, akkor botlottunk ebbe a pici melléksziget, az ott élő magyar hölgy mondta nekünk, hogy oda föltétlen látogassunk el, és a Bozótban ott is ugyanez, mint az Isonzónál tulajdonképpen. Az Isonzó mentén nagyon szépen a szlovénok, olaszok rendben tartják a mi sírkertjeinket is, de Azinárán Bozót nőtte be az egykori tábor helyeket, és ha az ember ott bóklászott és elveszett tulajdonképpen ebben a dzsungelben, akkor azért fölfedezhette, hogy hol szembe a magyar katonák. A kietlen szardíniai Vesztegzár és börtönsziget Asinara Memento. Azoknak a méltatlanul elfeledett történeteknek egyike, amelyek feldolgozása a jelen dolga. A Jancsár piacon jártunk hétvégén, ahol biotermékeket áruló őstermelőkkel találkoztunk és beszélgettünk. A Jancsárkerti biopiacot így a nyár közepén is árubőség jellemzi. A széles választék zöldség, gyümölcs a megye településeinek gondos és szorgalmas gazdakezei dicsérik. Schulz György a piac vezetője okkal büszke a kínálatra. Örömteli dolog, hogy még több őstermelő jelent meg, mint a korábbi időszakban, hiszen a zöldséges kertekben beérett az uborka, a paradicsán, a paradicsom, a paprika, és most nagyon sokan ebben az egy hónapban hozzák el a portékáikat. Tehát Abától Nagyvelegig új arcok jelentek meg, mint árusok, és ez nagyon örömteli számunkra, hiszen a választékot gazdagítják, és nagyon jó minőségű háztáji, otthon készült, a kiskertből leszedett árukat hoznak el magukkal. Egy új kiadványjal jelentkezett a biopiac, azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hiszen itt most a székesfehérváriak megismerhetik jószerivel valamennyi piaci résztvevőt. Igen, pontosan ez volt a szándékunk. Szeretnénk bemutatni a Jancsárkert Egyesület tagjait, az ő tevékenységüket, azt, hogy otthon, milyen körülmények között, hogy termelik a termékeiket, portékáikat, és egy nagyon szép, jó minőségű kiadványjal kedveskedünk majd a vásárlónknak. Egy hónap múlva fogjuk ezt megjelentetni. Fenntartható fejlődés záloga a TART, mondom én, hogy folyamatosan magas minőség, friss áru kerüljön, és ráadásul az élelmiszerpiac valamennyi szegmensét behozzák ide. Ez teljesül? Igen. Természetesen ez egy szezonális piac, ami azt jelenti, hogy gyümölcsökből és zöldségből most a legnagyobb a kínálat ezekben a hetekben a nyáron. Tehát a cecei dinnyéből nagyon nagy választékunk van, és nagy mennyiségűt lehet kapni, nem csak szombaton, hanem hétköznap is
nálunk a piacon, illetve hát most például a sárga varaszból van egy nagyon jelentős mennyiségű kínálat, de ahogy említettem, a zöldségek is megjelennek. Tehát igen, megjelennek azok az őstermelők, akik esetleg már ősszel már kevés árut tudnak elhozni, mondjuk a céklával maradnak itt, de most szezonálisan nagyon gazdag választékot tudnak kínálni a vásárlók számára. Az őstermelő igazolvány bevezetése azt hiszem, hogy egy remek ötlet volt a kormánytól. Mennyire élnek ezzel a gazdák? Mi, mint a piacvezetés, nagyon szorgalmazunk, hogy minden gazdánál meglegyen az azonosításhoz szükséges őstermelő igazolvány szám fel legyen tüntetve. Tehát bármelyik vásárló, aki eljön hozzánk, a saját mobiltelefonján vagy okostelefonján egy applikáció segítségével tudja ellenőrizni, hogy ez az őstermelő valóban termele otthon azokat a termékeket termelje, amelyeket itt a piacon árusít. Tehát szigorodott a rendszer, de egyúttal tisztult is, és ez egy teljesen jó dolog, egy teljesen korrekt piaci magatartást váltott ki. A Mangalisza termékek a Jancsár kertben is kellendőek. Ott jártunk, kor a kövértanya kínálta a finomságait egy ötletes szójátékkal, amely ígyen szól. A hagyományos füstölteátrum bemutatja. Szerintem a titka az a szabadontartás, az, hogy minimális hozzátáplálással csak azt tesznek, amit találnak, és hogy nincsenek vágóhídi körülmények között levágva, hanem úgy van, aki lőve, mint a vadállatok. Az őstermelő igazolvány kötelez, amelyhez ma már kapcsolódik a kiváló minőség is. Megyeszerte egyre többen választják a biogazdálkodást, ami a vásárlók számára is vonzó, ízben és árban egyaránt. Az volt az alapvető koncepció, hogy Mórt és a környező városok lakosait ellássuk biozöldségekkel. Ugye nagyon kevés a helyi biotermelő, ugye, és mi nagyon kimondottan büszkék vagyunk arra, hogy az évek alatt elnyertük a bio minősítést, és most már különböző zöldségekkel tudjuk várni a látogatókat a piacon is. Mi a tapasztalata, van keletje a biozöldségeknek? Abszolút egyre inkább kelendőek ezek a zöldségek. Ugye eleinte nagyon nehéz volt vásárlókat találni, de egyre inkább azt veszük észre, hogy a vásárlók gondolkodásában is változás történik, és egyre fontosabbak a biozöldségek Magyarországon is. A szezon kellős közepén vagyunk, az eddigiek alapján működik ez a dolog a szezonban? Abszolút, most nagyon beindult minden, nagyon sok a vásárló, itt látszik is a pörgés. Nagyon nagy reményeink vannak idénre is. A röpke piaci körkép alapján megállapíthatjuk, azok a szombat délelőttök, amelyeket a Jancsár kertben tölt el a vásárló, bizonyosan nem vész kárba, hiszen egészséges étkek kerülhetnek a hétvégi asztalokra. Nem maradhatnak el természetesen az életmód tanácsok sem. A heti feedben ezúttal vágygyakorlatokat mutatunk be. Sziasztok, ez itt a Heti Fit az fmc.hu-n. Sokszor panaszkodnak arra, hogy unalmas az edzés. Mai adásunkban variációkkal készülünk, például az oldal emelése, ebben pedig Csabi lesz a segítségünkre. Szia, milyen tippekkel szolgálnál? Sziasztok! Hát oldalsóvál edzésére elég sokféle variációt tudunk. Mindig kezdjük valami szabadsúlyos gyakorlattal, lehetőleg kézisúlya. Ez adja az oldalsóválunk tömegének a jelentős részét. Például
egy kézisúlyos oldalemelést. Végezhetünk sima 8-as, 12-es sorozatokban, vetköző sorozatokban, ez lehet 2-es, 3-as vetköző. Én egy 2-es vetköző sorozatot választottam, ez általában a egy 100%-os súlyjal végezendő 8-as, 10-es ismétlés, majd ennek a 60%-ával végzünk még egy 8-10-es ismétlést. Ennek az a lényege, hogy picit több vért tudunk pumpálni az izmokba, ahogy savasodik az izom, csökkentjük a súlyt, így még egyszer tudunk annyi ismétlést végezni az adott izomra. Van-e egy gyakori hiba? Igen, elég sok hibát szoktak általában véteni az emberek az oldalemeléskor, pedig egy nagyon egyszerű, letisztult gyakorlatról van szó. A lényege a merev, picit behajtott könnyékkel, behajtott karral történő szabályos oldalemelés. Nem végzünk semmiféle más mozdulatot, nem forgatjuk a vállunkat, csak egy merev, behajtott karral végzendő oldalemelés, és akkor semmit nem tudunk elrontani. Mi a különbség az előző és a most bemutatott gyakorlat között? Mind a kettő egy oldalsó vál gyakorlat. A különbség, hogy ez egy alsó csigán, váltott karral történő oldalemelés. A lényege az, hogy váltott karral végezzük, sokkal jobban tudunk figyelni az adott izomra, sokkal jobban tudjuk izolálni külön karonként az oldalsó válunkat. A mozgástartománya némiképp nagyobb, mint egy szabadsúlyos oldalemelésnek. Ez a legnagyobb előnye a szabadsúlyos oldalemeléssel szemben. Egy variációt láthattunk. Így van, van oldalsó vál gyakorlat, például itt az alsó csigán, amit végezhetünk a válsik előtt és mögött is. A kettő közti különbség igazából minimális, kicsit máshol tudjuk stimulálni a testünk mögött végzett gyakorlattal az oldalsó válunkat, viszont ezt inkább csak azoknak ajánljuk, akiknek egy picit vagy kicsit kevésbé kötött a vála, és semmiféle válizületi problémájuk nincsen. Gumiszallaggal végzett gyakorlatot láthattunk. Igen, a kézisúlyos oldalemeléssel ellentétben itt egy folyamatosan nehezedő ellenállást tudunk biztosítani az oldalsó válunkra. Egyébként 5 variációt mutattál be nekünk, ezek mik? Igen, az előbb látott Panata oldalemelőgépen egy folyamatos ellenállást tudunk biztosítani az oldalsó válunknak. Az általam bemutatott mindegyik 5 variációt érdemes kipróbálni, mindegyik egy picit máshogy stimulálja az oldalsó válunkat. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Jövő héten hétfőn a megszokott időpontban újra találkozhatunk majd. Tartsanak velünk addig is, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!